mindenkiben megvan a jó és a rossz. És ezt mutatja meg a két világ. Viszont mondjuk például van két figura, akik nem ilyenek, akikben talán a jóság jobban dominál. Gondolat, hogy ha megküzdünk valamiért, az megmaradhat. Kiinduláskor ugye egy kicsit esetlenebb figurát láthatunk. A mortadellai talán bajba kerülhetnek a bajtársai is. Dorina, Karina, Kinga! Csak még egy csókot! Azt mondom, hogy a bajtában még a hercegnek, te meg itt majd ellogsz egy bébi hercegnek! Botladozik, de attól függetlenül benne van az elszánt vágyakozás. Ahogy találkozik egy-egy akadállyal az útja során Zordániába, ahogy ezeket Mártonnal együtt megéli, képes felnőtté válni, és a végén, hát már mint férfiból lesz király. Látjátok azt a szintet ott fönn? Látjuk! Na hát, oda szinten felvallatok, és amikor itt három visszávolok, és azt mondom, hogy rajt lerontok, és aki nyert, azért az öröksi. Gyerünk! Soha nem akartam tüdér királynál lenni, vagy kis királynál. Én mindig hülye akartam lenni a bolonda mesébe, vagy a gonosza mesébe. És nyilván ezt meg kellett tanulni, hogy közben ez egy olyan figura legyen, aki meg tényleg egy tündérlány, meg tényleg elszánt. Próbálok néha így mögé menni, hogy ott a férfiasságát kibontakoztathassa, és ne az legyen, hogy... Igen, igen, ott ő véd meg engem, aztán végül is én vívok meg, de te akartad. Hát ez a koncepció neki egy fontos eleme, hogy nem kezdettől fogva ő is az Ár Jézus. A női emancipációra, nem, annak a megértésére nevelje a gyerekeket.
Nem.